Már az A döntő beosztása, Milak Kristof első úszása itt a döntők folyamán az országos bajnokságon. Milak címvédőként érkezik majd a medencébe, és a szokásos ellenfelek Németh Nándor és Szabó Szebásztián, akik majd megkeseríthetik a dolgát. Az egyes pályán Andor Benedek, ő is óriásit lépett előre, tavaly csak 30. volt, 53 másodperces eredménnyel, 2,5 másodpercet javulva most itt van a döntőben a győriek versenyzője. Márton Rihárd érkezett a kettesre, Mészáros Dániel pedig a hármas pályára. Itt van Milák Kristóf, aki ugye 100 méteres gyorsúszás, Európa-bajnoki ezüstérmese, ő egyben az országos csúcstartó is, címvédője ennek a számnak. Németh Nándor az ötösön, tavaly ezüstérmes volt, azok után, hogy korábbi években több alkalommal nyert országos bajnokságot. És már félig meddig olimpikonnak vallatja magát az olimpiai A-szintes Szabó Szebásztián, 50-en már megvan a kvótája. Itt most 100-on is szeretne esetlegesen szintidő környékére kerülni. Magda Boldizsári a hetes pálya, és egy másik BVSC és úszó Bóna Benedek érkezik mellé a 8-asra. Csak a rendkedvéért egyébként az olimpiai szint férfi 100 méter gyorsúszásban 48,34 század másodperc. Ez azért jó eséllyel mondható, hogy itt valakinek meg is lehet majd Milák, Németh és Szabó pályázhat erre a leginkább. Négyen is 50 másodpercen belül úsztak egyébként délelőtt. A három említett úriemberen kívül még Mészáros Dániel mondhatja el ugyanezt magáról, és szintén benézett 50 másodperc alá. 88-an indultak délelőtt az előfutamok során. Közülük itt van a 8 legjobb. Milák tehát a négyesen, ő a címvédő férfi 100 méter gyorsúszásban, Németh Nándor és Szabó Szebásztián a tavalyi dobogósok mögötte. 23.36-tal kezdett egyébként délelőtt Milák Kristóf, ezt is majd figyelhetjük menet közben. Nyilván egy picivel azért jobbnak kell lennie az első 50 méternek ahhoz, hogy itt olimpiai szintről beszéljünk. És meg is van ez a ehhez közeli úszás, 23.18. Mészáros Dániel a második, Németh Nándor pedig a harmadik helyen fordul 50 méternél. Milák vezet, Németh Nándor pedig a második, harmadik helyen harcban. Szabó Szebásztián is érkezik ott a harmadik, negyedik helyen. Milák még mindig vezet, Németh Nándor zárkózik. Milák Kristóf megnyerheti sorozatban harmadik alkalommal is a férfi 100 méteres gyorsúszás országos bajnoki címét. És meg is csinálja, 48,4 másodperc, 6 századdal elmaradva az olimpiai A-szintől. Egy magabiztos címvédés Miláktól. Németh Nándor az ezüstérmes, és Szabó Szebásztiánt végül megelőzte Mészáros Dániel, a BVSC és Mészáros Dániel, ő ezzel a bronzérmes férfi 100 gyorsom. Milák Kristóf egyébként a 100 gyors mellett majd 50-en és 200-on is fog indulni ebben az úszásnemben, emellett pedig a 50-100-200 kombinációt természetesen pillangóúszásban is láthatjuk tőle, úgyhogy szokásához híven nagy kanállal falja itt a számokat. De megszokta ezt az elmúlt években, és általában uralni is szokta az országos bajnokságokat. Tavaly Debrecenben is ő volt a legeredményesebb férfi úszó. Németh Nándor is bejött 49 másodperc alá, Mészáros Dánielé bronz, Szabó Szebásztián ezen a távon pedig negyedik, Márton Rihárd, ki majd inkább talán 200 pillangón lesz igazán versenyképes, végül ezen a távon hatodik lesz. A 100 méteres női